Ma még csak a köd és a munkagépek látszanak Tolna határában ezen az évtizedek óta kihasználatlan területen. Ám 2022-re itt egy zöldség és gyümölcstermékek feldolgozását végző üzem kezdi meg működését. A beruházó és működtető Weber Viktor, aki ezer szállal kötődik a városhoz, hiszen a család jelenleg is itt él és dolgozik. Ő azt gondolja, fontos a vidék gazdaságának fejlesztése, és meg is van hozzá a megfelelő potenciál. Ameddig van lehetőség, és ugye ebben a magyar állam nagyon sok szerepet tud vállalni, és vállalt is, azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy mi más iparágunkat is fejlesztettük, kifejezetten helyben fejlesztettük, és igen, azt gondolom, hogy cél az, hogy fejlesszük, ahogy fejlesszük az állattartótelepeket, fejlesszük a mezőgazdaságot, mindent. Nem vagyunk egy óriási ország, és ne csak Budapest fejlődjön. Én azért tartom magam annyira lokálpatriótának, családi vállalkozások is ide kötnek részben, hogy igen, megéri. Tehát ez a terület is közel, amióta az eszemet tudom, üresen parlagon állt. Az utolsó fejlesztés talán a tolnai Tesco-nak a megépítése volt, és igen, azt gondolom, ez egy jó lokáció. Közel vagyunk egy hatosszámú főúthoz, könnyen elérhetőek az autópályák. Fejlesztjük a vidéket is. Weber Viktor azt mondja, előny egy beruházó számára, hogy ismeri a helyi adottságokat. Van egy kötődése, tehát amikor egy beruházás mellett döntünk, akkor valamilyen céllal kezdjük azt el. Nem mentem volna az ország másik felébe, hiszen itt vannak a gyökerei, minden származom, és ezért ide akartam telepíteni. Volt egy Magyar Állam és az Európai Unió által közösen megkérdezett pályázat lehetőség, amit a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal hirdetett meg. Ebben a hazai feldolgozóiparnak a segítése volt a cél, miszerint az itthon megtermett zöldséggyümölcs feldolgozva is kerülhessen az emberek kezébe. Innen jött az ötlet. Első körben, hogy amikor az iskolában ugyebár a gyerekeknek délután ma már osztanak gyümölcsleveket, kis zacskós gyümölcsleveket, egyre jobban elterjedt különböző hipermarketekben is lehet kapni aszalt gyümölcsök, zöldségek, hogy egy picit ezt a vonalat is erősítsük, ezért jött az ötlet, hogy mi is szeretnénk egy ilyet megvalósítani. Én még gyerekként is szedtem itt errefelé almát az általános iskolai időszakban, tehát azt gondolom, hogy itt van termelői háttér. Ugye azért ez a környék, a Szekszárd közelsége, a borászoknak a terepe, de rengeteg zöldséggyümölcs termelő, kisebb termelési szövetkezetbe szerveződött termelők vannak errefelé is, akiknek azt gondolom, hogy lesz is egy lehetőség, hogy mi egy feldolgozott állapotban juttassuk el az emberekhez a zöldséggyümölcsöt. A környék feldolgozóipar szempontjából erős gyökerekkel rendelkezik, annak ellenére, hogy például a paksi konzervgyár évtizedek óta nem működik, de van még egy generáció, aki emlékezik erre. Az élelmiszerfeldolgozási módok azóta korszerűsödtek, és ez nagyobb lehetőségeket is biztosít. Jelenleg mi alkalmazunk már egy élelmiszeripari technológust. Van egy megálmodott gépsor, amivel mi aszalni és legfát készíteni tudunk. Ez később fejleszthető, bővíthető, az is a cél, hogyha meglátjuk, hogy itt milyen lehetőségeink vannak alapanyag terén, akkor ezeket tovább tudjuk majd bővíteni. A beruházás a jövő év során épül ki teljesen, a tervek szerint 2022-ben kezdi majd meg a termelést.